Köszöntöm a Kultúrzók nézőit, és köszöntöm a vonal másik végén, egyelőre videó bejelentkezéssel, Esztergályos Cecíliát. Szerbusz! Kossuth és Jászai Mari Díjas színművésznőnket és táncművészünket köszöntöm abból az alkalomból, hogy hamarosan Zuglóba érkezel, méghozzá az Éles Szín vendégekén Waller Gabliával fogsz beszélgetni január 27-én, és ezt a dátumot azért is jegyeztem meg nagyon, mert ha jól tudom, akkor egy nappal azután leszel, hogy a 80. születésnapodat töltöd be, és ez alkalomból már most előre is köszöntünk, de azért rögtön felmerül bennem a kérdés, hogy egy nappal a születésnapi parti után te képes leszel fellépni? Hát nem hiszem, hogy én majdnem minden nap fogok próbálni egész nap, január 9-től február 27-ig, és hála Istennek sokat játszom, tehát olyan parti, hogy kimaradni, ez már nem is elképzelhetetlen 80 évesnek, hogy lovak közé csapva, elengedve a gyeplőt, nem, az már nincsen, nem is volt soha. És hogy készülsz erre a születésnapra azért? Sehogy! Hát készüljenek mások! Így van, ünnepeljenek. Nem, hát ezt csak viccből mondom, örülök neki, ha elérem a 80-at. Tehát azért még nyugtával dicsérjük a napot. Aki így néz ki, az nem mondhat ilyeneket. Hát de reggel 6-tól főztem a fantasztikus töltött káposztát, wow. És most 10:30-kor kifestettem magam, és ide ültem, vártam, hogy hívjatok. Nagyon köszönjük, hogy ilyen szépen vársz minket, és emlékszem, amikor beszéltünk, akkor is sütöttél és főztél is, mondtad, hogy este előadás lesz, és viszel a kollégáknak süteményt, mert már ilyen előkarácsony volt, úgymond. Igen. Tehát, hogy... Igen. Még már be van csomagolva a keksz, az körülbelül 3 kiló, nagyon finom, tudom ajánlani mindenkinek, Esztergályos féle. Na, igen, recept... most, de különben most megyek a partira, mert este is előadás van, de a császármorzsa, de a morzsa parti van 4 órától, és akkor viszem a kekszet. Mindenki visz valami morzsát. És 6 órától talpon este 10-11-ig? Nem tudom meddig, ezt hogy lehet bírni? Persze, de én nagyon sokat alszom, amikor lehet. Ha nem lehet, akkor... Nem zavar engem egyáltalán, ha dolgozom, mert akkor élvezem az életet. Ha aludni akarok, akkor meg azért jó. De hát, ha jól tudom, most is valami 6 darabban játszol, tehát hogy van? 5-ben játszom, vagy 6-ban, igen. Most még szilveszterig játszom még 7-et, és a 8. az meg január 1-én van. És mire próbáltok most? A jutalomjátékomra fogunk január 9-től próbálni az Új Színházban. Vajda Katalin írta, és a Dörner György az igazgatónak volt az ötlete, hogy engem meg kéne ünnepelni 80. születésnapomra, de eltolódik a premier, nem január 26, hanem február 27 lesz. Visszatérve az Éles Színre, ha jól emlékszem, illetve jól tudom, Budaörsön is játszottál, még Éles Bélával is, ugye ő meghívott a Baltás? Persze, ő körülbelül 15 évvel ezelőtt fedezett engem fel, és nagyon sokat játszottam náluk, nagyon szerettem Bélát, Gabikát is nagyon szeretem, de hát a Béla egy olyan szakmabéli, elismert rendező, színész volt, hogy kevés van ilyen Magyarországon. Becsületes, tisztességes, óriási tapasztalattal rendelkezett. Isten nyugosztalja, sajnos meghalt, mert én még játszanék náluk.
Hát legalább az alkalmat ad arra, hogy visszajön Zuglóba, és itt is játszol, illetve tulajdonképpen ez egy beszélgetés lesz, tehát Igen. egy életközeli beszélgetés, illetve hát úgy fogalmaztál, hogy fölfedezett engem, ez Igen. ilyen áttételes, mert ugye ez a 90-es évek óta téged már mindenki fölfedezett a Familia Kft-nek köszönhetően. 60, 1961-től igen. 61-től forgattam már Szabó Pistával, aki ma már Szabó István névre hallgató, Oscar-díjas filmrendező. 61, nem 90, nem Família, előtte volt nagyon sok filmem, színház szerepem. 60-ban végeztem a Balettintézetben, és 68-ban a Színművészeti Főiskolán. Úgyhogy bőségesen van múltam, hála De még Istennek. mennyire? És amikor eszembe jut ez a visszatérve a familiára, ez eddig vagyok, van most ilyen momentum az életedben? Ez az Hogy eddig vagy? eddig, igen, a békétlenséggel és a betegséggel. Igen, persze. A világban. Hát a békétlenség, gondolom, itt a háborúra gondolsz, ami most Arra körülvesz minket. is, arra is. És mindenki élhetne boldogan, egymás kezét én mindig ezt mondom, egymás kezét megfogva, és nem szöget rakni a tenyerébe. Úgyhogy jó lesz vigyázni, mert jó lesz vigyázni. Hát vigyázzunk, igen. És a betegséget tudom, hogy műtéten estél át, nem Nem, is. engem, nem nekem a betegség, hanem nincs egészség a világban, mert van ez a rohadt vírus, ami hol itt támadja meg az embereket, hol ott. Hát ezeket ki kéne bírni, túlélni. Igen. Megpróbáljuk. És te megúsztad a vírust egyébként? Szerencsések Dehogy köz. úsztam meg. Ó. Négy oltást kaptam, és kétszer megkaptam a Covidot Ó. is. És még be vagyok oltva tüdőgyulladás ellen, influenza ellen, úgyhogy én minden evő vagyok. De vigyázol magadra, és hát ennek eredménye, hogy nap mint nap föl tudsz lépni, hogyha így hozza a Hát ez sors. bármikor, valaki tüsszent egyet, olyan vírus, nem volt nekem, megkapja. Hát ilyen világot élünk. A műfajilag ugye nagyon sok mindent, nagyon sok műfajban, és nagyon sok, több mint azért 200 Játszom, igen. szerepet játszottál el, Igen. ahogy láttuk ezt. Melyik műfajt szereted a legjobban? A film, a színház, táncművészet, tévé, sorozatok? Ilyen egyszerű, ahogy te felsoroltad, mindegyiket, teljesen mindegy. Jó szerep, jó rendező, jó körülmények között, jó partner, teljesen mindegy, hogy tévé, film, színház. A színház annyiban jobb, hogy meg lehet ítélni, hogy az tényleg jó vagy nem jó. Mert a filmmel sok mindent lehet csinálni, amit az illető nem tudna, de úgy veszik föl, kap egy pofont, és rettenetesen elkezd sírni, és felveszik, és alámondanak szöveget, és akkor a világ legjobb színésznője. De a színpadon ilyet nem lehet. És aki addig tolta a színést, ki kell, hogy menjen a színpadról, de filmmel, televízióval nagyon sok mindent lehet másképpen mutatni, mint ami van az illetőben. Tulajdonképpen a Szabó István korszakod az egyik aranykorszak volt, nem? Hát nem, mert akkor kezdtem, akkor 19 éves voltam, 61-ben 18, 18, igen, 63-ban voltam 20 éves. És hát ő vele kezdődött, aztán folytatódott sok film, de utána én mentem a Színművészeti Főiskolára, és akkor nem engedtek forgatni 2 évig, utána lehetett megint. A hobbid a festészet, illetve a kerámia. Még festesz mindig, és Igen. kiállításod is volt. Ez mikor volt? Nagyon sok ilyet.
Sok kiállításom volt, amire legbüszkébb vagyok, a Csók Galéria, az volt 2004-ben, akkor sajnos megszűnt a Csók Galéria, és akkor volt a Nemzeti Színházban, volt a Madách Színházban, a Tolnai Klári Szalomban, Új Színházban, és körülbelül még az országban 30 helyen. Csak abba hagytam a kiállításokat, mert nagyon sok munka, sok odaadás és visszajelzés, kevesebb jön. Úgyhogy spórolok vele, de majd a születésnapomon, tehát 26. januárban az Új Színházban játszom pont, és ott lesz egy kiállításom, már ott is volt. Ez kerámia kiállítás, ugye, ha jól értem? Nem, most festészet. Most festészet? Lesz, mert nem tudnak biztosítani olyan, hát a szobrok köré, hogy ne történjen semmi baj, ami föl van akasztva, az nem esik le. De kerámiát abba, hát a festészet az, hát semmi, az játszom. Ráértem, és játszottam. Játék az egész élet. Ezek a festmények mikor készültek, meg mikor volt utoljára ecset a kezedben? Nyáron, de azóta dolgozom. Hát kérlek szépen, először 2000-ben kezdtem a kerámiát, és agyagozni, így szoktam mondani, és 2006-ban a festészetet. De ez nem akarok senkit se megijeszteni, hogy jön az esztergály, és nem jön, szórakozik. És hogyha tetszik, akkor sok embernek nagyon tetszettek a kerámiáim, festészetem, megvették, ajándékba adtam. Ezek általában igen. Portrék, ugye? Igen, csak. És ismerősök, vagy ezek olyan képzeletbeli? Hát színészek általában, igen. Kijön belőlem az, ami bennem van. Érzelem, és akkor egyszer csak megjelenik az egyik kollégám, a másik kollégám. És ezt tanultad? Nem tanultam. Nem tanultam. 4 napig tanultam egy tanfolyamon, de van nekem segítségem, aki Hadigfalvi Andrea, aki eljön és ráncba szed engem. Tehát amikor nagyon egyedül csinálom természetesen a formákat, és akkor ki kell száll. Ezekhez nem értettem rögtön az elején, hány napig kell szárítani, utána hogy kell betenni az égetőbe, utána hogy kell kivenni, utána megfesteni, utána színtesttel, utána mázzal. Ez egy óriási művészet, és én ennek csak a boldogságát érzem. Hát semmiféle felelősség nincs rajtam. Már érdemes akkor lobbizni majd itt Zuglóban is, hogy a civilházba esetleg, ahol ilyen kiállításokat szerveznek, majd lobbizom én is, érted? Hát, ha... Jó, nagyon édes vagy, de ha megteremtik a körülményeket, eljönnek, bepakolják, elviszik, fölteszik, én egyetértek vele, világítás megfelel, azért hát is vagyok. Akkor mert... már nagyon értesz a részletekhez, igen. Hát, nem, hát színpadon vagyok 60 éve, hát csak megtanultam. A világítás, nem? igen. Esztergályos Cecília, nagyon köszönjük, hogy beszélgettél velünk, és boldog köszönöm. Születésnapot kívánunk előre is. Köszönöm szépen, csókollak benneteket. Köszönjük.